Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 400 millió forintot nyert Gerjen a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán. A keretösszegből új óvodát és bölcsödét fognak létesíteni. Az elmúlt években azért folyamatosan tudtunk tájékoztatni, illetve híradásokat adni azzal kapcsolatosan, hogy ezt a támogatást elnyertük, de a fizikai megvalósításnak nem tudtunk nekiállni. Itt a tervezés kapcsán voltak sajnos fennakadásaink és problémáink. Ezeket viszonylag hosszú idő volt kiküszöbölni, de most végre eljutottunk odáig, hogy már fizikai valójában is megjelent az építkezés. Romhányi Károly elmondta, hogy minden nehézség ellenére büszkeséggel tölti el, hogy megvalósul ez a fejlesztés. A település vezetője abban reménykedik, hogy a gyermekek a következő nevelési évet már az új intézményben kezdhetik meg. Két csoportos óvoda bölcsöde lesz, és kifejezetten sport céllal, illetve sport funkciókat is elhelyeztünk ugye az óvodában, illetve majd a bölcsödében, és hát nagyon bízom benne, hogy mindenkinek a megelégedésére tudjuk majd ezt az épületet átadni. A településen fontos fejlesztés valósul meg egy lakópark kialakításával is. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, amely során kiválasztják az 53 telek közművesítését végző kivitelező céget. Utat, járdát, vízelvezető árkokat alakítunk ki, a teljes közmű kialakításra kerül a területen. Annyit kell tudni, hogy részben magánkézben vannak a telkek, tehát érdeklődőket itt szeretettel várunk, aki szeretne a Gerjenbe költözni, és úgy érzi, hogy ez a kis településhez, kis közösséghez szeretne tartozni, és otthonának választja a településünket. A lakóparkban akár 100 új családi ház felépítésére is lehetőség lesz.